Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Cartoon, a mai videóban pedig tolunk egy jó kis meccset, hiszen múltkor a Bulgária elleni, illetve az Izland elleni meccsen egészen jól sikerültek az eredményjósolások, főleg a bulgáriás meccsen, ott konkrétan eltaláltuk PES-ben, úgyhogy megint a PES 21-et veszem elő, és megint végignézünk egy magyar válogatott meccset, most a Szerbia elleni lesz a hangsúlyos, a döntő, nézzük meg, hogy sikerül, mennyire jön be a jóslat, úgyhogy el is indítom. A PES-be vannak ugye meg rendesen a magyar és a szerb csapat, a FIFA-ba a Szerbia sajnos nincsen benne, úgyhogy igazából nem is tudtam dönteni, hogy melyik legyen, egyértelmű, hogy most a PES-re esett a választás, úgyhogy megnézzük, közben pedig egy kicsit dumálgatunk. A PES is egyre jobb lett, vannak új játékos képek, meg mindenféle pontszámozások, ilyen limitált eventek, úgyhogy tényleg majd erről is dumálunk. Hivatalos Euro 2020-as támogatást kapott a játék az összes EB-s csapattal, még azokkal is, akik nem jutottak ki. Úgyhogy nézzük is akkor egy Magyarország, hiszen mi vagyunk hazaiba, és keressük ki Szerbiát, hiszen ő lesz most az ellenfél. Hát papíron sokkal jobbnak titulálja a PES, nem tudom, hogy ennek mennyi a létjogosultsága. Majd meglátjuk természetesen, hiszen azt tudjuk, hogy elég jó emberkékből áll a csapat, tapasztaltabbak, de hogy ki a jobb a valóságban, az kiderül. A meza szerintem jó lesz így, de azért nézzük meg, nekünk is van egy jó kis hazaink, válogatott mezünk, tök jól néznek ki, nekik piros, akkor maradjon így, amit ő beállított. Itt a kezdőcsapat, én nem is szólnék bele, maradjon úgy, ahogy megálmodták. Igazából Dzsuzsák ott van, ez nagyon furcsa, de meglátjuk, hogy mit tud majd mutatni nekünk minden esetre. Gulácsi, Lang, Kádár, Korkut, Lovrencsics, Nagy Ádám, Vida, Szoboszlai, Sallai, Dzsuzsák és Szalai. Ez tényleg érdekes, hogy mondjuk Vili Orbán nem kapott helyet, kíváncsi vagyok, hogy tudok egy változtatni. Elvileg kellene, hogy tudjak. Így van, Kádár is ott van. Lang nem lenne rossz egyébként. Lehet, hogy akkor itt változtatok, hogyha van erre lehetőség. Dibusz csak 55-ös pontszámot kapott. Dzsuzsák 49-es ezek. Ja nem, ha átrakjuk védőre. Oké, már kicsit megijedtem, hogy mik vannak. Kevés az ember egyébként, nincs annyira lefrissítve, ahogy nézem. A pontszámok úgy nem is lennének rosszak, de azért nem a legfrissebb. Vida helyére egyértelműen én beraknám Kalmát, azért ő elég ügyes, még ha a posztja nem is teljesen felel meg. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Igazából Dzsuzsák maradhat, hiszen nincsen nála jobb, Vidi Orbán pedig egyáltalán nem került bele, furcsa. Az ellenfélnél közben azt látjuk a pontszámokat, azért ezek elég durvák, sokkal jobbak, mint a miénk, kivéve Gulácsit, hiszen ő azért elég jó, még itt is. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Jó lenne megnyerni ezt a mérkőzést. Természetesen most én játszok, én nyomom. És már bent is vagyunk, de szép Szentpéterváron játszunk, nagyon jól meg van csinálva. Kár, hogy nem tudunk a puskásba, ugye nézőkkel tele vagyunk. Nagyon jók az arcok, animációk rendben vannak még mindig. Menjünk ki a pályára, himnuszok után lessük meg, hogy mi a helyzet. Hátul Kádárral passzolgató Korhutnak, Kalmár viszi a labdát, majd utána Szoboszlainak, aki ugyancsak jól nyomja. Itt a PES-ben is, mint a való életben, Lovrencsics ezt megfutjuk. Ez még nem lehet így olyan rossz, csak be kellene valahogy adni. Az nem sikerült teljesen, de Dzsuzsáki a labda, vele is rá is lőhetjük. Ó, majdnem jó lett. Még az eredményjelző is milyen autentikus, EB-s. Igaz, most a Nemzetek Ligájába játszunk, de hát annyi baj legyen. Ez így nagyon nem jött ki jól, de még pont jól levédekeztük. Szoboszlai, őt jól lenne előrébb hozni. Ott nagyon jól befut Sallai, milyen gyors, csak akadály az a szlovák. Nem tudtuk jól meghúzni, te szélem, de nem baj.
Hú, remélem összejön majd valami gól azért. Változtat taktikát az ellenfél. Kicsiben látom. Megpróbálj letámadni őket, hogy nehogy itt meglepjenek minket, és hibára is késztettük az ellenfél kapusát. Úgyhogy innen nyomhatunk egy letámadást. Akár ott nagyon üresen van Zsuzsák, úgyhogy vele megpróbáljuk elhúzni a dolgokat. Itt oldalt. Az jó lehet egy beadásnak, de nem. Még csak szöglet sem lett belőle. Érdekes a FIFA után egyébként ez a picit belassult játékmenet. Többet lehet gondolkodni, taktikázni, kicsit a valósághoz közelebb áll, ugye sokan emiatt is szeretik. Azt a becsúszást, azt elrontottam. Pedig figyelnünk kell, és meg is van Nagy Ádám. Ott volt. Ó, nem tudtam dönteni, hogy most melyikkel is fussunk utána, de Sallai nagyon jól meghúzza. Ott befutjuk. Add már be. Ott a gól! Azaz! Azaz, megvan. Nálunk a vezetés, Zsuzsák Balázs, aki nincs is benne a válogatott keretébe, belövi. Azt a mindenit. Bulácsi is tapsol. Ez szép volt. Ott az a Sallai elfutás, az nagyon kellett. Milyen jók az arcok, hihetetlen. Szoboszlait is ott a köfel lehet ismerni. De Zsuzsákot is nagyon jól megcsinálták. Ahhoz képest, hogy az NB2-ben játszik. Ott nagyon jó az elfutás. Bepassz középre, és bum. Csak beleér, de olyan erővel, hogy nem lehetett már kivédeni. Jó, nem kerünk visszajátszást annyira azért, nem? Volt sztár helyzet, de szép gólt lőttünk, úgyhogy 1-0-ra vezetünk. Reméljük valóságban is így lesz, tényleg nem várom már az esti meccset. Mire felkerül a videó, lehet, hogy pont egyszerre rakom fel a mérkőzés kezdésével. Ha már így ezt szimuláljuk, akkor mégiscsak. Nem jó, Gulácsi kellett ahhoz, hogy ebből ne legyen gól. Ez nagyon necces volt. Mitrovics lőtt el. Elég erőből küldte. Ott lefordul rólam és el is bombázza. Az szép volt. Jó van. Ez eddig megvan. A zónát védekezünk. És tökéletesen jön ki üres helyre, középre. Bejön. Ezt valahogy meg kellene itt futni, de nem lehet, úgyhogy passzolgatunk, ez egy kockázatos passznak tűnt. Felfutatjuk Korhutot, megpróbálom megjátszani. Sallainak vissza. Ó, és belenyúltak, pedig vissza akartam rakni Sallainak megint elfutatni. De kiismerték most már a taktikát. Most nagyon szórakoznak hátul, nem tudunk előre jönni. Vagyis támadásban. Majdnem kivolt a labda. Centiken múlt, ott összebunyóznak. És szabadrugást meg is kapjuk. Bírónak passzolunk, de ő nem veszi át valamiért. Természetesen azért passzolunk neki, mert vége van az első fél időnek. Jönnek le a játékosok, én teljesen elégedett vagyok. Egy helyzetük volt, nekünk azért több is. Kettő konkrétan, abból az egyik gól. Úgyhogy szerintem ez így mehet is tovább, annyira nem akarok cserélgetni. Nézzük akkor második fél időt, össze kellene szednünk magunkat egy picit jobban. Nehogy itt aztán bajok legyenek. Kalmár, szerintem ő teljesen jó játékos, kár, hogy ki lett hagyva és ilyen alacsony pontszámokat kapott. Á, nem jól lesolt mi. Azt hiszem. Szabadrugáshoz készülnek. Na nézzük, mi történt. Itt Kalmár, és odaléptek Kalmárnak. Milenkovics elég csúnyán. Oda lépett, úgyhogy így harcoltunk ki szabadrugást. Igen. Hát, Zsuzsák, én azt mondom, hogy lepasszalom, és befutunk. Kalmárra, és akár egy távoli bombá... Hova? Inkább passzolni kellett volna. Na mindegy. Még mindig jó nekünk ez az eredmény. Úgyhogy ebben bízunk. Átraadjuk inkább. Ott Szoboszlai nagyon jól elfut. Védi a labdát. Visszaadjuk neki. Á, nem jó. Nem jó. Elkapkodtam.
Nagyon be akartam futni vele megint, hogy be tudjam adni. Lehet, hogy távolról kellett volna próbálkozni egy lövéssel. Egyelőre az ellenfél nagyon hátul passzolgat, próbálom letámadni. És ki is adják oldalra, hibásom. Hogy a passz nem sikerült, mi mehetünk tovább. Kádárnak jött volna, de Kalmár veszi át. Most egy kis gyors paszt próbálok ráröltetni a fiúkra, hogy felpörgessük a témát. Egyelőre ez meg is valósulna, ha nem nyúlnának bele. Természetesen is... Na most? Majdnem. Nagy Ádám, Lovrencsicsnek ki. Ő is gyors, vele szépen el lehet ott futni. Beadjuk. Valaki érkezik, ollózni próbált Salla ilyen fél ollóval. Nem jött össze, pont beleléptek. És elvenni se siker... Ó, ez nagyon csúnya volt. Hát ez sárgát is megér. Nézzünk közbe cserét. Ó, Salla ide elfáradt. Hollandert megpróbáljuk, vagy Vargaroli ő szélen egész ügyes. Nagyon elfáradt Salla, itt tényleg többször is megfuttattuk. Ez nagyon durva volt ez a becsúszás. Azt a mindenit majdnem fejre esett. Tadics. Meggyepáltuk, úgyhogy már egy büntit is szereztünk, de közben mennek a másodpercek. És egyre jobban állunk. Ez is rossz. Nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy én pedig örülök. Gulácsi, aki is rúgjuk jó messzire. El a kaputól. Ez pedig hátra. Nem kell túl gondolni a szituációkat, meg kell őrizni az előnyt. Szoboszlai rálövi teljesen értelmetlenül. Ez nagyon rossz volt. Kit lehet még cserélni? Hát Salait, de hát mégis Hollandert megpróbáljuk, hogy hát, ha ügyesebb Salainál. Kis csere, vérfrissítés, hogyha lenne valami elfutás, akkor friss ember ott legyen. Hátul passzolgatnak, nem nagyon támadnak. Jajjaj, az nem lesz jó. Ez így már egy fokkal igen. Tápasszoljuk Zsuzsáknak. És elveszik, amint fordulnék valakihez. Most a társak nem segítettek. Zsuzsák megint teljesen rosszul, adom vele. Közben már 80. percnél vagyunk, egy nagyon szép szerelés után. Ott fut az új emberünk. Megpróbáljuk vele beadni. Ó, de közel volt! Vargaroli! A kutya fáját. Vannak helyzeteink, és ez a jó, és ott meg breakdance-elnek a földön. Nem sikerül semmi értelmeset összehozni, közben hosszabbításban vagyunk. Jó lenne a végén nem bekapni semmilyen gólt. Áj, ott nagyon üresen van. Leszereljük, 11-esre kellene összehozni, nem hiányzik most. Inkább rúgjuk fel ott a szélén. Nem volt egy jó ötlet Lovrencsicssel szabálytalankodni ott, de... Pedig ez labda volt. Én azt mondom, hogy ez labda volt. Na mindegy. Csak levédekezzük már az utolsó helyzetet itt a mérkőzésen. Menjetek rá, azaz blokkba. Még ott is egy becsúszás, Gulácsi mit véd? Jézus, és ezzel le is fújta a meccset, a vége ez nagyon kemény volt. De meglett a meccs Zsuzsák golyával, ez biztos, hogy nem az esti meccset Zsuzsák nem fogja eldönteni. De 1-0-ra még nyerhetünk, úgyhogy nagyon kíváncsiak, hogy hogy fog alakulni, ez jó kis mérkőzés volt. Itt a gól, mutatják még egyszer, ezt még nézzük meg. Ott a beadás, ja nem, ez csak egy Zsuzsák lövés volt. Akkor ezt tovább léptetem. Engem a gól érdeke. Ez az, ez lesz a gól. Így van, Sallai elfut. Ott majdnem elesik, de beadja és megvan. Kapus erre nem számított, tök jó. Úgyhogy végül is nyertünk 1-0-ra. Remélem, hogy nektek tetszett ez a videó. Én nagyon élveztem. Legközelebb pedig indíthatnánk akár egy karriermódot PES-ben vagy FIFA-ban is. Most pedig készüljünk a meccsre. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!